Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium október 21-én pénteken délelőtt emlékezett meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A vérbefojtott felkelés 60. évfordulója alkalmából idén emléktáblát is avattak két aszódi diák emlékére, akik a forradalom napjaiban vesztették életüket. Az ünnepségen megjelent Vécsei László országgyűlési képviselő Mindszenty bíboros szavaival kezdte meg emlékezését. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékekkel népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől, és mennyire időszerűek ezek a szavak, ezek a 60 évvel ezelőtt elhangzott szavak, hiszen úgy tűnik, hogy a történelem megint ismétli önmagát, újra külső hatalmak akarják megmondani nekünk és Európa népeinek, hogy hogyan éljünk. 10 évvel ezelőtt, nem volt olyan régen, bár a ifjúság akkor még talán általános iskolás volt, de azért talán emlékezhetünk rá, az 50. évforduló, a fél évszázados évforduló várt és remélt emelkedettségét a Gyurcsány rezsim által bevetett véres erőszak gyalázta meg. A mostani 60. évforduló viszont szeretnénk úgy ünnepelni, ahogy az a hősök és áldozatok emlékéhez méltó, tisztelettel, büszkeséggel és szeretettel. Az 56-os magyarok, Európa legbátrabbjai, a mi hőseink, akik a hazát minden elé helyezték, a személyes áldozatvállalás árán is. Az ő helytállásukat át kell adnunk a következő generációknak, gyermekeinknek, unokáinknak, az ifjúságnak, akik jelen vannak ezen az ünnepen. Keserű, de megkerülhetetlen igazság, a történelmet nem a hősök, hanem a győztesek írják. A kommunista diktatúra haszonélvezői évtizedeken át győzteseknek érezhették magukat, és tolsztükörből mutatták be 56 történetét. Magyar nemzedékek nőttek, nőttünk fel a hamisított kép árnyékában. A rendszerváltoztatás óta eltelt negyedszázad azonban kellő távlatot nyújt ahhoz, hogy 56 hősei, az őket megillető, méltó helyre kerüljenek a nemzet emlékezetében. 60 évvel a forradalom és szabadságharc után végre visszaadjuk a forradalom dicsőségét azoknak, akiket megillet, a hétköznapok hőseinek. Jópágy Károly 5 nappal a forradalom kitörése után következő versben énekelte meg a forradalom és az ifjak történetét. Mondják, a himnuszt énekelték. Úgy indultak a puskatűznek. Csak könnygáz meg a tűzzel telt ég nem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Azok a fiatalok, akik 60 évvel ezelőtt az utcára mentek, hétköznapi fiatalok voltak. Ám 1956. októberre hősiességet és önfeláldozást követelt, és ők gondolkodás nélkül az életüket áldozták a szabadságért és a függetlenségért. 56 tiszta forradalmát nem a reformkommunisták, nem a rendszerkorrekcióban reménykedő értelmiségi elit indított el, hanem az utca népe. Azok a fiatalok, akik Magyarország és Budapest világháborús ostromában születtek, akik nélkülözésben, diktatúrában nőttek fel, akiket az elnyomó hatalom zsigeri gyűlölete és a szabadság iránti mérhetetlen vágy szenvedélyes hősökké gyúrt, akik megértették, hogy mit követel tőlük a nemzet, és tudták, meg kell védenünk a hazát. Bizony szükségünk van a saját hőseinkre. Szükségünk van olyan példaképekre, akikre nap mint nap felnézhetünk, mert a hősök tisztelete önmagunk tiszteletére tanít, mert példaképek nélkül nincs jövőnk. Kötelességünk 56 személyes hőseinek bemutatása, emlékük méltó ápolása, hogy az országban mindenhol ismerjék meg a nevüket, ismerjék meg az arcukat is. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, ez a szabadság, amely most megadatott nekünk, nekik köszönhető. Nekik, akik harcoltak vagy ellenálltak,
nekik, akik egy történelmi pillanatban az életüket adták a szabadságért. Emlékezzünk! A szabadság a legfontosabb nemzeti értékünk. A szabadság azt jelenti, hogy magunk döntünk magunkról. Nem hagyjuk, hogy mások diktáljanak, idegen hatalmak, idegen érdekek mondják meg, hogy miként éljünk. Itt most Aszódon köszönettel tartozunk az Aszódi Szóda Lokál Patrióta Egyesületnek, a Petőfi Gimnázium Öregdiák Egyesületének, a gimnázium vezetésének és tantestületének, hogy kutatómunkájuk és az ügy iránti elkötelezettségük nyomán a 60. évforduló méltó emléket állít Csűrös Zoltánnak és Balázsovics Andrásnak, és ahogyan majd a leleplezéskor mindjárt látjuk, az emléktábla felirata mondja, valamint mindazon diáktársaik emlékére, akik bátor helytállásukkal előmozdították a magyar szabadság ügyét. A honatya ünnepi beszédét a gimnázium diákjainak megemlékező műsora követte. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először szervezkedést. 1956. október közepén megalakult Szegeden a Független Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, a MEFESZ. Megfogalmazták követeléseiket, majd a Budapesti Műegyetem hallgatói végleges formába öntötték a 16 pontot október 22-én. Vonják ki a szovjet csapatokat! Új, alulról kiinduló választások legyenek a Magyar Dolgozók Pártjában. Választanak új központi vezetőséget, hívják össze a pártkongresszust. Nagy Imre alakítson kormány, a sztálinista, rákosista bűnösöket váltsák le! Nyilvános tárgyalás Farkas Mihály és társai ügyében. Vonják felelősségre Rákosit. Általános, egyenlő, titkos választásokat. Több pártot, új nemzetgyűlés, sztrájkjogot. Vizsgálják fölül a magyar-szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös benemavatkozás jegyében. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép-nép érdekei alapján. Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseket, a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat. Vizsgálják ki a bérköveteléseket. Állapítsák meg a munkás létminimumot. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági terv. Bocsássák szabadon zártatlanul elítélteket. Szállítsák haza a Szovjetunióban hódszolt foglyokat. Teljes vélemény és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ újságot. Az intézmény egykori két diákja a forradalom napjaiban fegyvertelenül vesztették életüket. Csűrös Zoltán, aki 1940 és 48 között volt az intézmény tanulója, a forradalom idején a Budapesti Képzőművészeti Főiskola végzős festőnövendéke volt. Tagja volt a főiskola nemzetőrszázadának. November 4-én hajnalban a benyomuló szovjet katonák elől menekülve a főiskola épületében halt hősi halált. A forradalom idején 17 éves Balázsovics András a güdölői forradalmi események áldozata lett. A helyi rendőrös épületénél október 25-én sortűz végzett vele, halálos tüdőlövés érte. A hősi halált halt fiatalt Gödöllő saját halottjának tekintette, temetésén október 28-án hatalmas tömeg gyűlt össze, köztük egy aszódi diákcsoporttal. Az ő emléküket őrzi az aszódi Petőfi Gimnázium épületének főbejáratánál elhelyezett Dániel János által készített emléktábla, amelyet Bán Mihályné, az öreg diákok baráti körének elnöke, valamint dr. Pénzes Tiborcz Szabolcs, a Szóda Lokál Patrióta Egyesület alelnöke leplezett le. Az 56-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító táblát az ünnepség zárásaként megkoszorúzták a gimnázium diákönkormányzatának képviselői, Vécsei László országgyűlési képviselő, dr. Magyari Zita, az Aszódi Podmanicki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, valamint közösen helyezett el koszorút Németné Holló Krisztina, a Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, Bán Mihályné, az öreg diákok baráti körének elnöke, és az Aszódi Szóda Lokálpatrióta Egyesület alelnöke, dr. Pénzes Tiborcz Szabolcs.